A hosszú nyári vakáció után hamarosan ismét a diákok kezébe kerülnek a szekrényekben pihenő hangszerek, a karcagi Elker Ferenc Alafokú Művészeti Iskola igazgatója, Plósz Csilla Margit elmondta, nagyon várják már az új tanévet a gyerekek. Mint minden iskolában náluk is a nyári szünet alatt került sor a nagy takarításra, a karbantartási munkálatok elvégzésére, sőt az udvaron egy meglepetés is vár majd a tanulókra. Az udvaron elkészült egy újabb kerti bútor egység, amely a karbantartón kezemunkáját dicséri, illetve a Szabó József tíz alatti épület szolfés termében, a szolfés terem előterében és a mosdó előtti részen pedig új laminált burkolat kerül lefektetésre. Tehát külsőleg így készülünk az iskola kezdésre, de ugye a fontos feladatunk szeptembertől az idejáró gyermekeknek a hangszeres, illetve a képzőművészeti képzése. Megtörténtek a beiratkozások június hónapban, tanév végén, de szeptember elején is várunk még új növendékeket ide a zeneiskolába, tehát lesz egy pótbeiskolázás, amelyet természetesen hírelni fogunk itt a városban, de nagy-nagy szeretettel várunk minden kedves gyermeket és szülőt az első héten ide a művészeti iskolába beiratkozni. A művészeti iskola képzési palettája igencsak sokszínű. Aki kedvet kapott ahhoz, hogy egy-egy hangszeren megtanuljon játszani, számos lehetőség áll előtte. Zongora, hegedű, fuvola, cselló, népi hegedű, trombita, furuja, kürt, magánének, gitár, ütőhangszerek, tehát igen széles a paletta. Most szeretnénk egy citera tanszakot is beindítani, hát bízunk benne, hogy majd ez sikerül, ez még a tanév elejének a feladata lesz. Tehát nagyon színes a paletta, és minden gyermek választhat magának megfelelő hangszert, illetve a képzőművészet tanszakra is várunk még néhány gyermeket. A művészeti iskolába járó gyerekek évről évre megmérettetik magukat nívós, megyei, regionális és országos versenyeken is, ahol igen szép eredményeket szoktak elérni. Erről is kérdeztük az intézmény igazgatóját. A tavalyi év igen sűrű volt ilyen versenyekben, és büszkék is vagyunk, hiszen amerre elmentek a növendékeink, dobogós helyezéssel tértek vissza. A következő évben is megrendezésre kerül számos verseny. Most, ami még belátható időn belül van, és tudunk róla, az szeptemberben lesz egy zongoraverseny, egy nemzetközi zongoraverseny, erre is neveznek gyermekeink. Aztán utána folyamatosan kerülnek kiírásra a versenyidőpontok, amelyre mindig vannak iskolánkból jelentkezők, és én bízom benne, hogy az eddigi hagyományokat követve szépen fognak szerepelni a növendékeink. A pedagógusok ezért mindig mindent megtesznek. Minden adott tehát ahhoz, hogy elkezdődjön a következő tanév a karcagi Erkel Ferenc Alafokú Művészeti Iskolában is.